Ciszterci rend három szent alapítója, Szent Róbert, Szent Alberik és Harding Szent István. Ők a 11. században éltek, ez a század körülbelül már a népvándorlási hullámok után egy viszonylagos biztonságot jelentett az emberek számára, helyreállt a társadalmi rend erre az időre. És a szerzetesség keretein belül is elindult egyfajta lelki megújulási mozgalom. Szerették volna, hogy visszatérjenek az eredeti karizmákhoz, meg az eredeti lendülethez, Krisztus kereséshez. Harding Szent István, ő 1059-ben született, egy angol szász nemes családban. A norma hódítások alatt a családját tönkretették. Ő előtte egy bencés angol szász kelta monostorban növekedett gyermekkorában, de ekkor el kellett hagynia a brit területeket, Skóciába került, majd Franciaországba, és itt folytatta tanulmányait, ami nagyon jelentős abból a szempontból, hogy a legmodernebb szellemi áramlatokkal találkozott ebben az időszakban. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy ez nem töltötte be az életét, hanem kereste tovább, hogy merre vezet az ő útja, és ezért elindult Rómába egy zarándoklat alkalmából, barátjával, ahol végül is eldöntötte, hogy a hivatása a szerzetesség. És amikor visszatért Franciaországba, Burgundia területén, találkozik Molem monostorával. Molemben Szent Róbert és Szent Alberik volt a közösségnek az elöljárója, ők nagyon igényesen vezették itt az életet, megpróbáltak ezt az új szellemiséget valahogy elindítani, de lassan a szerzeteseknek egy része ezt nem tudta követni. És ekkor Róbert és Alberik elhatározták, hogy elindulnak, és egy új közösséggel megpróbálják megvalósítani az álmaikat. 1098-ban így kerülnek Szítóba, ahol Harding Szent István is a követőik közé tartozik. Láthatjuk, hogy Harding Szent Istvánnak az életútja hatalmas tágasságot adott az ő gondolkodásába, a képzettsége is, alkata, szervezőképessége utána nagy ajándéká válik a ciszterci rend számára. Szítóban, ahol ez a közösség elindul ezen a hiteles, radikális Krisztus követésben, Róbert és Alberik halála után István választják meg apátjuknak. És az első kezdeti nehézségek legyőzése után nagyon sokan keresik fel a monostort, mert úgy látják, hogy választhat Isten keresésükre ebben az időszakban. Így már 1113-ban, pár évvel, hogy Szent István apát lesz, egy újabb alapításra indul el a közösség, és Szent Istvánnak a haláláig, 1134-ig 70 közösség születik meg a ciszterci lelkiség szerint. Az Úristen útjai csodálatosak minden ember életébe, mindegyikünket a történelem egy pillanatában gondolt el, létrehív, és nem csak, hogy megszületünk, hanem valamilyen küldetést is ad a számunkra. És erre felkészít mindegyikünket, képességeinkkel, és azokkal az életeseményekkel, amin keresztül megyünk. És ezek nem mindig pozitív életesemények, és mégis a kegyelem segítségével úgy épülhet be az életünkbe, hogy utána ez még inkább a feladatunk beteljesítésében segítségünkre szolgálhat. És ezt láthatjuk Szent István életútjában is. Ugye megtapasztalja, hogy egy közösség, ami nagy lendülettel elindul az Istenkeresés útján, megtorpan a szervezetlenség következtében és szétesik. És ugyanakkor megtapasztalja azt is, hogy milyen egy hiteles, igényes lelki vezető, akit követni szeretnének Krisztus követésének az útján. Látja azt is utána a közössége életében, hogy a Szentlélek hogyan munkálkodik, és hogyan próbál kiformálni egy újabb típus, újabb stílusú életritmust a monasztikus tapasztalat területén. És azt is látja, hogy a hiteles élet, az egyszerűség, az átlátszóság, a felesleges dolgoknak az elhagyása, a csend, a magány,
mennyire segíti a szerzeteseket az Isten kapcsolatukban való elmélyülésben, Krisztus emberségének a szemlélésében. Tapasztalja azt is, hogy azonban az emberi gyöngeség és az emberi törékenység az mindig jelen van, és felelősnek érzi magát testvéreiért, hogy segítse őket az első szeretetnek a megőrzésében és megélésében. És mindez vezeti el arra, hogy végül is 1119-ben megszületik a szeretet okmánya, amivel nem csak a saját közösségét, közvetlen közösségét, hanem a közösségek közösségét szeretné elrendezni, ami által megszületik végül is a ciszterci rend. Tehát nem csak egy közösség, hanem a történelemben először egy rend születik meg ezen az okmányon keresztül. És így válik ez az okmány valójában a legfontosabb dokumentumává a ciszterci rendnek. És ez az okmány, ez tanúskodik Istvánnak a lelkiségéről, tanúságtétel nem csak az akkori kor, hanem a mai ember számára is. István ebben arra tanít bennünket, hogy szükségünk van az egység kötelékére, hogy egyetlen egy sejt sem élhet meg a testen belül, hogyha kiszakad belőle. Szükségünk van egymásra, hogy egymáson keresztül juthassunk közelebb az Úristenhez. És ez az egység köteléke valójában a szeretet. A szeretet, amin keresztül a különbözőségek és a sokféleségek harmóniába tudnak egyesülni. A szeretet azonban nem más, mondja István, mint a lelkek üdvének a keresése. Hát valójában az, hogy hogyan tudunk bekapcsolódni a szeretetbe, a nagybetűs szeretetbe, a szeretet áramlásába. És ezért nevezték a ciszterci monostorokat, apátságokat a szeretet iskolájának. Ez a szeretet iskolája ma is élő. Én is, mint ciszterci szeretetes, mi is valamennyien itt ebbe a monostorba, ebbe az iskolába járunk, ahol megtanuljuk, mit jelent szeretni önmagunkat, mit jelent szeretni testvéreinket, mit jelent szeretni a körülöttünk lévő embereket, hogyan tudjuk szeretni valójában az Istent. És a renden belül is, amit a történelem viharai ugyanúgy megtépáztak, mint a kezdetekben, hiszen nem mondhatjuk, hogy mindvégig egységes maradt a ciszterci közösség, mégis ez a szeretet mindig képes megújulni. 2019-ben ünnepelte a ciszterci rend a szeretet okmányának, a Carta Caritasnak a 900. évfordulóját, és ekkor Szitóban, a ciszterci rend bölcsőjében egy nagyon nagy ünnep volt, ahol a ciszterci nagycsalád, a ciszterci lelkiség alapján élő különböző közösségek találkoztak, és egy olyan nagy ünnep volt, ahol megtapasztalhattuk újra ezt a szeretetben való egységet, aminek a gyökere valójában Szent Benedek regulája szerinti tanítás, hogy mindegyikünk arra hív, hogy éljük meg a szüntelen megtérés útját, ezáltal tud megszületni igazán a szeretet.